Ezúttal ismét a Jövő Színház látogatóit csalogatja a Szekszárdi Német Színház. A koncepció szerint minden évadban bemutat a társulat egy meseelőadást is, segítve a kicsiket a nyelvtanulásban, és azt a pozitív hatást akarják elérni, hogy a gyerekek értik a német nyelvet, amit tanulnak. Ennek megfelelően segédszövegek hangzanak el a darab során magyarul is, hogy a látogatók ne veszítsék el a fonalat. Ebben a mese produkcióban is úgy dolgoztunk a nyelvvel, hogy azért több helyen előjön a magyar nyelv is, tehát megsegítjük a gyerekeket. Mielőtt elvesztenék esetleg a figyelmüket mégis, azért ott akkor megint van egy magyar rész, egy pici. És azt gondolom, hogy ezáltal meg, hogyha mindig még magyarul is pici segítséget kapnak, még inkább az élmény a végén, hogy hát ők teljesen értették az előadást, és ők már nagyon jól tudnak németül. Nincs mit ennem. Dolgoztam volna a földeken. Mein Feld A rendező Ingmar Lübke először rendez Szekszárdon. Azt mondja, ez a változata a mesének különbözik az eredeti La Fontaine mesétől, hiszen itt pozitív kicsengése van a történetnek, hiszen a tücsök barátra és otthonra talál. Az a tanítása a mesének, hogy többen könnyebb az élet. A Szekszárdi Német Színház Tücsök és Vakon című darabjának bemutatójára november 7-én kerül sor.